Boldog mosolyjal az arcán és ajándékokkal teli kezekkel ült vissza a helyére Buzás Zoltán, aki első helyezést ért el a Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltató Tolna megyei nevelőszülői hálózat által kiírt gyereknek lenni jó rajz pályázatán. A szervezők az áprilisban meghirdetett versenydíjait a gyereknap alkalmából adták át a nyerteseknek. Rajzoltam egy Balatont, benne hajóval, emberekkel, meg kocsikat, egy focipályát, tengózó embereket, füvet, embereket. A szervezők három korcsoportban 4 évestől egészen 16 éves korig hirdették meg a rajzpályázatot, azzal a céllal, hogy a gyerekek rajzaikon keresztül mutassák be, milyennek is látják a világot, miért jó gyereknek lenni benne. Kovács Jázmin egészen különleges művel rukkolt elő. Ez arról szól, hogy ugye én, mint gyerek, a saját képemről, és hogy vannak ugye a nevelőszüleim, mindent megtesznek értem, és hogy ők ugye dolgoznak, és mi gyerekek, meg igazából hát mi csak szórakozunk. És hogy ezt kicsit ilyen monotonnak látom, hogy a felnőttek azok napi szinten mennek dolgozni, mi gyerekek pedig napi szinten megyünk szórakozni. 2 hét volt, mire kigondoltam, szerintem volt 1 hónap, mire elkészült. A RASZ pályázattal a szolgáltató törekvése az volt, hogy ráirányítsa a társadalom figyelmét arra, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek sem mások, mint a kortársaik. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek olyan rendezvényeket, programokat, amely a gyerekek tehetségének kibontakoztatására, átélt élményeinek bemutatására alkalmasak, illetve azt a célt is szolgálja, hogy a gyerekek önbizalmát és önkifejezését erősítsék. A szempontok, amik alapján a képeket válogattuk, bár bevallom, hogy rettentő nehéz volt. Kerekesné Varga Veronika, komplex művészeti terapeuta, képzőművész bírálta el a beérkezett pályaműveket, aki elmondta, hogy nehéz döntés elé volt állítva, hiszen rengeteg nagyon jó rajz érkezett a felhívás. 2 alapvető szempont alapján a technikai kivitelezés, és azt néztük még, hogy mennyire jól tudják a gyerekek megfogni a témát, mennyire élték ezt meg. A Picasso azt mondja, hogy minden gyermek művész, az érdekes csak az, hogy hogyan tudjon felnőtt korában is művész maradni. És amikor oda szentelődik valaki a művészetnek, mindegy, hogy legyen az bármelyik ága, tánc, zene vagy rajzolás, a saját gyermeki énjéhez tér vissza, azt találja meg. És ez egy boldogság térben és időben feloldódni. És amikor megnéztem az űrizendő alkotásokat, akkor azt láttam bennük, hogy ez megtörtént, ez az odaszentelődés, hogy örömmel készült alkotásokat láttam, felszabadult, színes, érdekes dolgokat. Az, hogy ennyire sok gyereket sikerült bevonni, ez a nevelőszülői tanácsadó kollégák és a nevelőszülő kollégáknak is a közös munkáját dicséri. És a témák, amiket itt láttam a képeken, amik előjöttek, az pedig különösen arról beszéltek nekem, hogy a nevelőszülők próbálnak olyan gyermekkort varázsolni ezeknek a gyerekeknek, amiből lehet majd táplálkozni, ami emlék lesz, ami egy boldog gyerekkor emlékét idézi föl, és ezek kerültek a rajzokra. Nevezni óvodáskortól egészen középiskoláskorig szabadon választott technikával és méretben készült pályamunkákkal lehetett. De nem csak rajzpályázatokat, hanem más jellegű tehetségápoló és kibontakoztató programokat is rendszeresen szervez a gyermekvédelmi szolgáltató. De volt arra példa, hogy meghirdettük, hogy ki mit tud, és abban egy zenés, táncos produkciókat láthattunk, vagy a legutóbb a költészet napjára pedig vers és prózamondó versenyt hirdettünk, és ez is nagyon jól sikerült. Talán az a egyik legfontosabb része ennek a tevékenységnek, hogy amellett, hogy felkészülnek a gyermekeink, és büszkék lehetnek a nevelőszüleink is, a kollégáink, amellett az is nagyon fontos, hogy az odavezető utat is megtapasztalják a gyermekeink, hiszen erre jelentkezni kell, létre kell hozni benne produktumot, meg kell tanulni a verset, és ez minden esetben egy hasznos időeltöltés és a fejlődésüket szolgálja. De nagy célunk az is, hogy megtapasztalhassuk a gyermekeinkkel, hogy ami célt kitűznek maguk el, ezt képesek megtenni. Képesek egy rajzot alkotni, képesek egy szakmát szerezni, és képesek megállni helyüket az életben, ha úgy hozza a sors.
Három korcsoportban 43 gyerek készített rajzot a felhívásra. A szervezők korcsoportonként díjazták a beérkezett műveket. Az eredmény hirdetésen a dobogós helyet elért fiatalok ajándékcsomaggal és elismerő oklevéllel lettek gazdagabbak.